Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hát nem hat el nap anélkül, hogy Star Wars Battlefrontról beszélünk egy kicsit, tehát új a játék, és nem mondhatni, hogy tutorial videókat lehet róla csinálni. Így hát beszéljünk, hogy mi a helyzet a lootbox botrány vs. Star Wars vs. Európai országok vs. Szerencsejáték hivatal vizsgálat vs. eredmények szintjén. Na most, őszinte leszek veletek, remélem és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten egy forradalom zajlik a gamer világban, ahol a gamerek egyre nagyobb hatást gyakorolnak a kiadó cégekre, a fejlesztő cégekre azáltal, hogy ezt a lootbox rendszert beszüntessék, és remélem, hogy egyre inkább minél több médium felhívja a figyelmét a játékosoknak arra, hogy ez egy elfogadhatatlan business model játékokon belül. Na most, hogy a legolyabb fejlemény, vagyis hát, hogy aki nem nincs képben a történettel, ugye a Star Wars Battlefront 2-ben lootboxokat lehetett vásárolni, ami konkrétan pay-to-win rendszerben voltak megcsinálva, tehát tényleg frankó előnyökhöz jutottál a játékban, hogyha pénzt költöttél hozzá, ami, hát azt ugye nem szeretnék, mert mindenki pénzt költ rá, és nem mindenki szeretne extra pénzt költeni, még afelett arra, hogy előny szerezzen magának, továbbá ugye elég unfair és unbalanced történet felé tolja például a multiplayer élményt más játékoknak. Na most ebből kitört egy nemzetközi botrány, és a belga szerencsejáték hivatal egy vizsgálatot kezdett el indítani a játék irány szerencsejáték szempontjából, és hogyha későbbiekben, tehát ez úgy tart, későbbiekben úgy fogják tartani, hogy ez egy szerencsejáték alapokra helyezhető rendszer, akkor egy petíciót fognak indítani, hogy teljes Európai Unióban megszüntessék a játékokban a lootboxokat. Ez lenne a legnagyszerűbb győzelem az egész történetben. Na most, az egész dolognak a lényege az, hogy ekközben például a brit szerencsejáték hivatal kiadott egy ilyen közleményt, hogy a Star Wars Battlefront 2-nek a lootbox rendszere nem szerencsejáték még. És ezt azzal támasztották elő, azzal támasztották alá, hogy konkrétan nem tudod a jutalmadat pénzé váltani a valóságban című történet, és emiatt semmi köze nincs a szerencsejátékhoz. Ez most ugye tudjuk, hogy honnan ered ez a dolog, tehát valószínűleg azt hiszem mindannyian kicsit mögé látunk a dolognak, valaki valahova nagyon sok pénzt fizetett azért, hogy ez a közlemény megszülethessen, és ez a lootbox rendszer, ez az üzletfajta, ez az üzlettípus tovább menjen. De azért kicsit ráncsuk le róla a leplet. Lehet, hogy valódi pénzért nem tudod kiváltani a jutalmadat, ugye, és elkölteni konkrétan a Star Wars Battlefront 2-ben, lehet, hogy ezt nem tudod megcsinálni, de az úgynevezett ugye nyeremény, ha nem is pénz, hanem egy virtuális mondhatni jutalom equals pénz, tehát egy jutalom, amit végül is értelmezhetnénk pénznek, amit beváltasz virtuális világban, de attól függetlenül ugyanazt az eredményt éred el vele, mint hogyha valóságban váltanál be pénzt a szerencsejátékodért. Tehát én valahogy így látom a Battlefront 2-nek a rendszerét, de itt most egy hatalmas csata alakul ki, ugyebár a kiadók, vs. különböző szervezetek, amelyek vizsgálatot fognak indítani, és ebben a vizsgálatban most már beszállt Hawaii is, és remélhetőleg nagyobb nyomást fognak gyakorolni ők is, és együtt ezt a rendszer meg fog dőlni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy hogyha egy kicsit levetítjük ezt egy gazdasági modellre, akkor mindig minden gazdasági modellben van egy felemelkedés, ugyebár egy csúcs, egy ilyen csúcs, és utána elkezd jönni egy ilyen lefelé menő lejtős. Most a lootboxok, konkrétan a játékokban a csúcsokat, a felvirágzásukat élik jelen pillanatban, talán még, de hamarosan, mint ahogy történt már meg a játékiparban is egy
gazdasági válság be fog állni, és nekem van egy olyan érzésem, nem tudom ezt alátámasztani, sajnos csak egy ilyen meglátás, mi vagy szakmám során foglalkoztam a pénzügyekkel, hogy ennek indult egy felbújtása, és ez afelé halad, hogy ez a rendszer bedőljön konkrétan, tehát valaki valahol, valahonnan nyomni fogja, hogy ez a rendszer bedőljön, illetve magától, természetétől fogva is előbb-utóbb bedől, mivel hogy rengeteg indie fejlesztő és kis cég jelent meg a piacon, amelyek képesek nagyon igényes és nagyon jó lootbox-mentes játékokat hozni a piacra, úgyhogy vagy magától természetétől fogva előbb-utóbb be fog dőlni ez a rendszer, vagy mesterségesen meg fogják nyomni, hogy bedőljön ez a rendszer, valamelyik várható az elkövetkezendő egy-két évben, és remélhetőleg hogy megtörténik, és hogy milyen hatással lesz ez ránk gamerekre. Végre talán eljuthatunk odáig, hogy a pénzünkért egy kész teljes terméket kapjunk történettel, lootboxmentesen, és minden jutalommal, ami megszerezhető a játékban, egy adott játékban, ugye azt belátható időn belül megkapjuk, és ezt ne rejtsék semmilyen fizetői eszköz mögé. Talán reményeink szerint e felé tolhatják. De mivel, hogy ez az egész gaming industry igazából pénzről szól, és vagyonról szól, hogy még több pénz, minden bizonnyal ki fognak találni egy új rendszert, ami forradalmasítani fogja. Minden bizony így fogják bejelenteni, így fogja bejelenteni a média, hogy jaj, forradalmasítani fogja a rendszert, és jaj, de nagyszerű lesz, mint ahogy ez történt a lootboxokkal is, mikor először bejöttek, hogy jaj, de jó volt, és nyitogattuk, és boldogok voltunk, hogy megkaptuk, aztán elfajult ez egyre inkább egy pénzéhes rendszerré, és minden bizonyra fog jönni majd egy új rendszer, amiről nekem van egy érzésem, hogy már előkészületben van, már arra várakozik, hogy ez az új rendszer beköszönjön, csak előtte be kellene dönteni ezt a lootbox rendszert azért, hogy az új rendszer átvegye a helyét. Na most, hogy mi lesz később, majd elválik, de reméljük, hogy én hiszek, tehát, hogy a független fejlesztőkben, az indie fejlesztőkben, hogy az ő kreativitásuk és játékhoz való hozzáállásuk nagyban meg fogja változtatni a piacot az elkövetkezendő években, és ezáltal kényszerítve a nagy kiadókat és a nagy fejlesztőket, akik a sok pénz áll mögöttük, hogy igényesebb, jobb játékokat csináljanak, mint az indie fejlesztők, mivel több pénz áll rendelkezésükre, és ebből a pénz éhségükből egy kicsit lejjebb hagyjanak azért, hogy a játékok ne egy szolgáltatás legyenek, hanem valóban egy szórakoztatási eszköz. Nos, srácok, nem tudom, ti hogy látjátok ezt a rendszert, hogy látjátok a lootboxok jövőjét, szerintetek bedől ez a rendszer, vagy lesz még benne potenciál, hogy sok pénzt lehúzzanak róluk? Mit gondoltok, milyen lehet az új rendszer, ami bejön, mert pénzt valahonnan csinálni kell? Című történet, és biztosan sok modellt fognak rajtunk kipróbálni, hogy melyik működik, hogy több pénzt húzzanak le róluk. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, mi lenne az az üzleti rendszer, amit érti fizetnétek extra pénzt azon felül, amit megvásároltatok a játékban. Úgyhogy, ja, várom a kommenteket. Ha tetszett a videó, és ha nem értesz egyet a lootboxokkal, dobj egy lájkot, iratkozz fel. A következő videóig, sziasztok!